A gasztrofőváros volt Magyarországon, Szolnok a hétvégén, de hogy miért is mutatjuk önöknek? Így rotyog a karcagi birka pörkölt, a nagykunság gasztronómiai különlegessége 2013-ban első ételként lett Hungarikum. Jól lehet, nem csak Karcagon készítik. Mert van, Túrkevén is főznek birka pörköltet, a Túrkevi az is finom, csak a pörkölt nevén mi a húst lesütjük, tehát megpörköljük, a keviek ezt kihagyják, tehát ők nem sütik le. Két megyével nyugatabbra Bács-Kiskunban is büszkék a birka pörköltre. A Kunszent Miklós környéki szikes talaj miatt ott sziki birkának nevezik. Kiskonfliktus, egy kis ellentét van köztünk, mert ők másképpen főzik, mint a Kunszent Miklósiak. Ők állna fakanállal, meg üs, ilyen részve, vas üzbe, ötvény üzbe kovalják állandóan pörköltet, megpörköljük a hússal össze, ugye, majdnem, hogy feketére, és utána fűszerezik, meg főzik. Mink csak porozzuk a bográcsot. Nem csak Petőfi Sándor és József Attila városa szabad szállás, hanem a Pacalé is. A helyi étterem messzeföldön híres az abált marhabendő pörköltjéről. Régen ez kuránsáru volt, ugye a 80-as években nem is nagyon lehetett kapni, meg a szegény embernek a vétele volt. Most ugye nagyon sokan szeretik a pacalt. Még a pacalnál is nagyobb múltra tekint vissza a kenyérlángos, amely az emberiség egyik első gabonaféléből készült eledele. A szabadszállási kemencében is ez sül. Tradicionális étel, magyaros étel, igazság szerint olyan, mint a kenyér, csak vékonyabb és gyorsabban készve. És gyorsabban el is fogy, de nem marad sokáig a bográcsban a tiszai halászlésem. Ez inkább gyűjtőfogalom sem, mint egy étel konkrét elnevezése. Viszont bárhol a Tisza mentén készítik, a legfontosabb, hogy frissen fogott tiszai halból, ponyból, süllőből, kárászból, harcsából, esetleg törpeharcsából készül az alaplé. Ugye megvannak a tájegységeknek megfelelően a halászlevet, melyik tájegység hogy készíti. Nálunk ugye nincsen belefőzve tészta, mint a bajaiaknál, ugye a gyufatészta. Nálunk egyszerűen passzírolt hal, belefőzött halfilével vagy ponypatkóval szokták tálalni, illetve ugye kenyérrel fogyasszák. A hagyományos ételek gazdag gasztronómiai múltunk, örökségünk részei. Ezekhez képest új hullámos étel a súlyom, amely kemény, szúrós növény, ám kellő kreativitással az átokból is lehet ételkülönlegesség. Semmiféle adalékanyagot nem adunk hozzá, természetes növényi kivonatot készítünk belőle, és így kerül bele a bombonjaink töltelékanyagában, mint ízesítőanyag is, és mint krémesítőanyag is. Reneszánszát éli a magyar konyha, hiszen legutóbb a világháború előtt a Gundel érában született annyi új receptúra, mint manapság. Igaz, a szakácsokat, pincéreket, vendéglátóipari tanulókat vissza kell szoktatni arra, hogy merjenek a gasztronómiai hagyományokra támaszkodni. Egyszerűen más minden nemzet konyhája, és nekünk a feladatunk az, hogy azokat az impulzusokat kibocsátjuk, amin keresztül a kollégák elhiszik, hogy magyar konyhába gondolkodhatnak, és legalább olyan büszkének kell rá lenni, mint a franciák a vörösboros kakasukra. Soha az életben nem akarják a vörösboros kakas megújítani, egyszerűen kitalálnak egy másik ételt helyette, és a mi versenyünknek is pont ugyanez a lényege, hogy hozzunk létre új magyar ételeket, ami aztán a jövő magyar gasztronómiájába be tud épülni. Az egyesület kezdeményezésére néhány röpke év alatt 160 új magyar ételrecept született. A hazai gasztronómiában végbe menő forradalmat jelzi az is, hogy idén már 7. alkalommal rendezték meg a Magyarország étele versenyt.